Vakcina kutatással csalt ki pénzt a nő. Számos célkitűzés és feladat. Karcagváros kultúrájáért így. Úszó nemzetprogram. Jó estét kívánok! Önök a nagymunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 3-án 18 óra 5 perckor. Csalás miatt emeltek vádat a tószegi nő ellen, aki COVID elleni vakcinát fejlesztő kutatóorvosnak adta ki magát. A szolnoki járási ügyészség csalás büntette és hamis magán okirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat azzal a tószegi nővel szemben, aki 2020 novemberében Szolnokon azzal a hamis indokkal kért kölcsönt két helybéli férfitől, hogy a pénzt kutató orvosi tevékenységére, egy COVID-19 vírus elleni vakcina kifejlesztésére fogja fordítani. A vádirat szerint a 31 éves nő 2020 novemberében Szolnokon megismerkedett két férfivel, akiknek kutatóorvosként mutatkozott be, és valótlanul azt állította, hogy egy COVID-19 vírus elleni vakcina elkészítésén dolgozik. A fejlesztés az már a végső fázisában van, de annak befejezéséhez pénzre lenne még szüksége. Az orvosi végzettséggel nem rendelkező nő olyan hitelesen adta elő kérését, hogy a két férfi abban bízva, hogy a pénz jó célt szolgál, kölcsönadott neki összesen 3 millió 700 ezer forintot. A valós kizárólag a pénz megszerzésére irányuló szándékát álcázó nő írásba foglalt szerződésben vállalta, hogy a vakcina fejlesztésére kapott kölcsönt 2021. február végéig visszafizeti a két férfinek, de ígéretét a határidő lejártát hónapokkal követően sem teljesítette. A két férfi végül 2021. júliusában felszólító levélben kérte a pénz visszafizetését. A nő igyekezett továbbra is fenntartani annak látszatát, hogy kutatóorvos és szándékában áll a kölcsön visszafizetése, de e-mailjeiben és egy hamis banki bizonylat bemutatásával csak hitegette a sértetteket, pénzüket azonban nem adta vissza. A járási ügyészség vádiratában, mivel a büntetlen előéletű nő a büntetőeljárás megindítását követően megtérítette a kárt, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni. Számos célkitűzéssel és feladattal indult a 2022-es nevelési év. Az évkezdetről, a tervezett programokról, a várható pályázatokról és egyéb tervekről kérdeztük Gulyás Ferencnét, a Madarászibe Egyesített Óvoda intézményvezetőjét. Mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarászibe Egyesített Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Mi az, amit terveznek 2022-ben az óvodában mindenképpen megtartani? Nyilván itt a járványhelyzet alakulása közbeszólhat, reméljük nem fog. Mik azok a programok, a fix programok, amiket mindenképpen szeretnének majd megtartani? 2022-re is, hasonlóan az elmúlt két évhez, ugyanúgy tervezzük a programjainkat, hogy szeretnénk megtartani ezeket a hagyományos formában, személyes kapcsolat révén, személyes kontaktussal. Aztán, hogy majd a járványhelyzet mit hoz, akkor majd ahhoz alakítjuk. Hát most ugye az óvodáink indulásánál így januárban nagyon nagy öröm számunkra, hogy azért a téli szünet után egy, mondhatom azt, hogy közel teljes létszámmal indultak az óvodai csoportjaink. Ott vannak a kisgyermekek, ott vannak a dolgozójaink. És mostanra már azért tanultunk annyit, és eljutottunk odáig a pandémiában, hogy az óvodai csoportjainkat egy-egy megfertőződés esetén nem kell teljesen bezárnunk, csak az érintett gyermekek kerülnek megfigyelés alá, hiszen a dolgozóinknak is a nagy része fölvette az oltást, és így ők tudnak dolgozni. Tehát a gyermekeket el tudjuk látni, úgyhogy ezért rendkívüli szünetek már most nem nagyon voltak az óvodájainkban, a csoportjainkban. Úgyhogy tervezzük a következő programjaink, a farsangi időszaknak a programjai lesznek az óvodai csoportjainkban. Ezeket egyébként is óvodai csoportonként szoktuk megszervezni, most is így tervezzük, hogy aztán ennek majd lesz rá lehetőségünk, hogy a szülőkkel közösen tartsuk ezt a programot, nagyon szeretnénk, hiszen a tavalyi évben szülők nélkül kerültek megszervezésre a farsangi programok az óvodai csoportokba. Nagyon szeretnénk, hogy közösen, hát majd, hogy erre lesz a lehetőség, ezt sajnos nem tőlünk függ.
Emellett, ahogyan mondtam, elindult 7 olyan támogatott nemzeti tehetségprogram által támogatott tehetségműhely projektünk, amely a megvalósítás szakaszában van, és itt a műhelyfoglalkozások zajlanak, hiszen 60 órás műhelyfoglalkozások valósulnak meg az egész év során. Ezek különböző területeken, az anyanyelvtől a kézműves a programokig. Úgyhogy ezeket igyekszünk nagyon gazdag tartalommal megtölteni. A Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács ezévi munkaprogramja is támogatást kapott a Nemzeti Tehetségprogramtól, úgyhogy itt is a hagyományainkhoz híven szeretnénk márciusban egy olyan konferenciát szervezni, amelyen jó gyakorlatok bemutatására kerül. Ennek is most a fő profiljába került, fókuszába került a digitalizáció, hiszen már az óvodákban is van erre mód és lehetőség. Az intézményünkben 2 logikai tehetségműhely működik, amelyeket a pályázati támogatásból most már eszközökkel is föl tudtunk szerelni, úgyhogy ezeknek a tapasztalatairól fogunk majd szakmai konzultációkat folytatni. A tavaszi időszakra esik az Oktatási Hivatalbázis Intézményi programjainak a megvalósítása. Itt bemutató foglalkozásokat és előadásokat terveztünk. Ha lehetséges, akkor személyes jelenléttel, de ahogyan mondtam, ha nem, akkor is megvalósulnak ezek a programok az online térben, és talán még nagyobb érdeklődés mellett. A programjaink kiegészültek most ebben az évben a Nemzeti Pedagógus Kar felkérte az óvodánkat a szakmai konferenciájának a megtartásához, hogy mutassuk be a zöld óvodák kialakított programjait, hogy hogyan is tudtuk ezeket mi kialakítani és feldolgozni. Úgyhogy a hagyományos programjainkat tervezzük. Itt ugye tavasz időszakban jászdóira kiállítás, az óvodáknak a saját programjai, a komázó, a tevékenységközpontú programnak, a Madarak Fák Napja. Hát bízunk benne, hogy ezeket azért mindet a hasonló színvonalon meg fogjuk tudni tartani, ahogyan ezt a korábbi években megvalósítottuk. Hát az én nagy vágyam, hogy ezeket a szülőkkel együtt tudjuk megtartani, mert az igazándiból azért az élmény az akkor nagy a gyermekek számára és a szülők számára is, hogyha a programok ott vannak és együtt vagyunk, és meg tudjuk közösen élni azokat a pillanatokat, amelyek itt az élmények gazdagításáról szólnak. Aztán el fog érkezni az év vége, amikor bizony az óvodásaink, a nagycsoportosaink elköszönnek az óvodától, és ősszel iskolát kezdenek. A nyári időszakban tervezzük azokat a hagyományosan megszervezendő táborainkat, amelyeket már mondhatom azt, hogy szintén évtizedes hagyománnyal tartunk és szervezünk különböző tematikus területeken, itt is egy picit kapcsolódva a tehetséggondozó műhelyekhez, és hát kihasználva azokat az lehetőségeket, amelyeket itt a városunk nyújt a gyógyfürdővel, a tájházakkal, a helyi alkotóművészek műhelyeivel, úgyhogy igyekszünk ezekben is egy nagyon színes és gazdag programot kínálni az óvodásainknak, hiszen rendszeresen járnak az erdei futópályára, ahol azért a lombkorona sétányon egy nagyon jó kis szabadtéri programra nyílik lehetőségük, úgyhogy ezekben szeretnénk, hogy együtt tudjunk lenni majd a szülőkkel ebben az évben is. Intézményvezető asszony, köszönöm az interjút. Köszönjük szépen. A Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcag Város kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Balajtin és Sütő Margit, a Madarász Imre Egyesített óvoda pedagógusa részére. Balajtin és Sütő Margit általános iskolai tanulmányait Karcagon végezte, majd a tiszaföldvári Hajnóci József óvónői szak középiskolában érettségizett, ezt követően óvodapedagógusi diplomáját a Szarvasi Brunswick Terész főiskolán szerezte meg.
Pályáját a gépgyár úti szím óvodában kezdte, majd 2006-tól tagóvoda vezetőként dolgozott. 2016-ban a Kuten úti tagóvoda tagintézmény vezetői feladatra kapott megbízást. Elhivatott pedagógus egyéniség, állandó megújulásra képes, fontosnak tartja a folyamatos továbbképzést, tanulást. A vezetői feladatok magas szintű ellátása érdekében 2012-ben szakvizsgázott, vezető óvodapedagógus lett. Pedagógiai módszertani kultúrája magas szintű, óvodapedagógusi és vezetői munkáját példaértékűen látja el. A köszöntőben elhangzott, hogy mit is jelent számunkra a kultúra, és igazából úgy végigfutott az agyamon, hogy nekem mit jelent számomra, mit jelent, én mikor találkoztam vele először, és egyáltalán melyek azok a területek, ami engem is érintett a magyar kultúrába, és akkor eszembe jutott az, hogy ugye első, mikor az édesanyám beíratott a zeneóvodába, utána általános iskolában, zenei tagozatos iskolában jártam, lehetőségem volt néptáncolni, hosszú éveken át gordonkáztam, és ez úgy gondolom, hogy mind-mind nagy hangsúlyos volt az én életemben a kultúrával kapcsolatban. Ugyanakkor, mint óvodapedagógus, meg nagyon fontos számomra, hogy hogyan közvetítem a gyermekek felé a magyar kultúrát. Eszembe jutott, hogy minden nap szoktunk mesélni a gyerekeknek, nagyon-nagyon fontos a régi népi meséknek az elmondása az óvodásoknak, a gyermekeinknek, akkor énekelünk a gyermekekkel népi játékokat, dalos játékokat, körjátékokat, népi mondókákat tanítunk meg a gyermekekkel, és sorolhatnám tovább. Kiemelt sikereket élt el tagóvodájának nevelőközösségével. 2020-ban elnyerték az Örökös Zöld Óvoda címet. Nagy figyelmet fordít a szülők bevonására az óvodai életbe, színvonalas programok megvalósítása során. Valóban nagyon-nagyon fontos, és a pedagógiai programunk is előírja a tiszta forrásból való módszertani dolgokat ugye használni az óvodában. Nagyon fontos, hogy milyen népi zenét tanítunk a gyermekekkel. Akkor igaz, hogy nem csak a népi meséket mondjuk a gyermekeknek, a népi mondókákat, verseket, hanem azért a kortárs irodalmi művekkel is, az értékes kortárs irodalmi művekkel is megismertetjük a gyermekeinket az óvodában. Igen, ha a saját gyermekeimre gondolok, akkor igen, tehát ugyanúgy meséltem nekik, ugyanúgy énekeltem egészen csecsemőkoruktól. Ugye ez a mindennapjainká vált, egy-egy altatás során, vagy akár este, egy esti mese, vagy egy éneklés, tehát ez úgy gondolom, hogy mint családban is működött. Igaz, hogy egy kicsit nagy sajnálom, hogy nem tudtam őket a zene felé terelni, de hát ugye én ezt is elfogadtam, hogy igaz, hogy nekem valahol a szívem csücske a zene, az ének, de ők inkább a sport felé terelődtek, az volt az érdeklődésük, és én ezt elfogadtam. Szakmai példamutatásával, alázatával, elhivatottságával képes volt az óvoda pedagógiai kultúráját megújítani. A sajátos nevelési igényű gyermekek, hátrányos helyzetű gyermekek ellátása az esélyteremtés terén. 2015-ben megkapta a Madarász Imre Egyesített Óvoda évpedagógusa díját, 2017-ben mesterpedagógussá vált. Elindul az úszó nemzetprogram részeként kidolgozott Minden gyermek tanuljon meg úszni alprogram. A sikeresen zárult pilot program után 2022. február 1-én indul az alprogram. A Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott, a magyar kormány finanszírozásával induló program kimondott célja, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni. A több éves előkészítő munkát követően elinduló, ütemekre bontott program keretein belül 2028-ig több mint 300 létesítmény bevonásával több mint 300 ezer gyermek elérése a cél. Az egyedülálló program részeként az iskolai tanrendbe beillesztve testnevelés óra keretében ingyenesen zajlik az oktatás az erre felkészített szakemberekkel. Az oktatási terv végére a tanulók képesek lesznek három úszásnemben 100 métert folyamatosan megállás nélkül leúszni, és otthonosan, biztonságosan mozogni a mély vízben.
Hozzátették, a program első körben 20 városban mintegy 12 ezer óvodai nagycsoportos és kisiskoláskorú gyermek bevonásával indul. A bevont városok és résztvevők köre a későbbiekben ütemenként bővül. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!